Bécs is gyönyörű, természetesen a mi városaink mellett, és lerajzolható, hogyha valakinek tehetsége van hozzá. Azért kell így átkötnöm, mert hát, Bulcsú fog itt akkor, mint kísérleti nyuszi szerepelni rajzoló. Én nem hiszek annyira az embereknek. És amikor Valentin Péter állít egy dolgot, hogy mond egy időpontot, hogy mikorra lehet eljutni egy ilyen krumplifejtől egy tisztességesen végigvitt és megrajzolt arcélig. Egy nagyon rövid időpontot fog mondani, mégpedig... 4 nap. Na hát akkor ez az, amit én nekem nem muszáj elhinnem, ugye? Miért kell elhinnem? Mert működik a módszer. Sok száz ember elvégezte már ezt a tanfolyamot, és azt látjuk, hogy mindenki meg tudja csinálni ezt a fejlődést, amit az előbb a rajzokon. Tehát valóban egy kockafejből jutottunk el, mert ügyesebbek lettünk a 4 nap alatt? Másképp látunk a 4 nap alatt. Ennek a titka az, hogy egy másfajta látásmódot kell elsajátítani, a művész szemét úgy is mondhatnánk, amivel a rajzolást, a realisztikus rajzolást meg tudjuk csinálni. Hihetetlenül hangzik, ugye? Igen. És csak akkor hiszem el, hogyha látok élő példákat. Domonkos, te élő példa vagy? Én azt hiszem, igen. Én úgy kezdtem el ezt a 4 napos tanfolyamot, hogy semmi rajzkészségem nem volt. Általános iskolától tanultam ugye a gimnáziumi első évemig, amikor ezt megcsináltam. Ott látható az én kész rajzom, hogy honnan indultam és hova jutottam, és azt hiszem engem döbbentett meg a legjobban, hogy ez működik, mert én megmondom őszintén, nem hittem benne, és a végén kiderült, hogy mégis. Gonosz számító szülő vagyok, és azt mondom, hogy hát az én gyerekemnek nem kell tudni rajzolni, de biztos, hogy mást is csinál ezzel a látásmódváltással, vagy látásváltással. Mindenképpen. Ahhoz, hogy egy ilyen rajzot meg tudjon valaki csinálni, jó hosszú ideig, jó néhány órán keresztül erre kell figyelni. Tehát a koncentráció készséget kell a nagy mértékben fejleszti. Ez a fajta gondolkodásmód a kreativitást is fejleszti, tehát ötletesebb lesz utána, aki ezt elvégezte. Akkor ezek szerint Júlcsi is ötletes, Bori is ötletes, de Andrea, ez speciális foglalkozás. Igen. Ott kellene mindig vagy önnek, vagy Péternek. Igen. Mérnök gyereket sikerült ide küldeni? Most csak van egy papírvonalzó. Jó, akkor rendben. Itt van, már is megkapta a vonalzót. Tehát valaki kell. Igen, kell egy tréner, aki ezt végigviszi. A módszert eredetileg Betty Edwards találta ki a 70-es években, eredetileg felnőtteknek. És aztán mi kidolgoztunk egy módszert a gyerekeknek. Alapvetően 10 éves kortól várjuk a gyerekeket a tanfolyamokra. Tehát akik most itt elvégezték a tanfolyamot, Bora, Júlcsi. 12 éves, Júlcsi 10 éves, Doma 16 éves, az alapvetően 10 éves kortól várjuk a gyerekeket a tanfolyamra. Azonban most kidolgoztunk egy olyan módszert nekik is, igen, akik ez egy DVD formában lesz megkapható, ami egy éves kortól 10 éves korig öleli fel azt, hogy hogyan tanítsuk, mint szülők a gyerekeinket rajzolni. És Bulcsú lesz most remélhetőleg, mert az élő példa. Ő lesz akkor, hogy mi kísérleti nyúlunk. Kísérleti nyúlunk, igen. Jó, adásunk végéig, akkor segítenek nekünk. Igen, hogy reméljük, hogy megtanul be akár 10 percben is lerajzolni egy oroszlánt, vagy egy lovat, vagy jó, amire éppen hajlandó lehet. Mondom, lehet, hogy a lányokra is hallgat, úgyhogy lehet, hogy őket is be kell vetni. Jó, van, gratulálok, már Domához is gratulálok. Andreákkal ott hagytuk abba, hogy valami hihetetlen rövid idő alatt megtanul rajzolni, ugye más látásról volt szó, de ezek művek. Akkor ez azt jelenti, hogy sok kicsi Michelangelo és hasonló rohangál, miután volt nálatok? Részben igen. Amit ott látunk, azok gyerekrajzok, tehát a gyerekeknél ez a módszer nagyon nagy mértékben tudja fejleszteni, biztatni őket arra, hogy a kreativitásukat használják. Tehát amellett, hogy ezzel a jobbágyfőtekés módszerrel igazándiból a realisztikus rajzolást próbáljuk legalábbis 10 éves korosztály fölött megtanítani, emellett azért a kreativitásuk, az ötletesség nagyon fejleszt, és ez megjelenik a rajzaikban is utána, hogy kigondolnak olyan rajzokat, képeket, amiket most már meg tudnak csinálni, le tudnak rajzolni. Ez neked például miért fontos? Akkor te mérnök leszel? Vagy nem? Nem. Nem lesz mérnök. Köszönöm szépen. Nem, mérnök az nem leszek.
Azonban engem olyan mértékben zavart az, hogy egyáltalán nem tudok rajzolni, és emiatt rossz jegyeket kapok, és rosszul éreztem magam, hogy főleg szüleim ösztönzésére elmentem kipróbálni. Szégyenérzet nem volt? Hát, hogy... De, jaj. Mindenképpen. Hát főleg, amikor suliban meg kellett mutatni a többieknek a rajzaimat, akkor mindenképp, és az elején is rosszul éreztem magam, mert úgy éreztem, hogy ügyetlenebb vagyok, mint a többiek, de aztán ez úgy elmúlt, ahogy ment a tanfolyam. Osztálytársak, évfolyamtársak látták a változást? Persze. Látják, bocsánat. Igen, szeptember elején, ugye, mert nyáron voltam, és szeptember elején, igen. Andrea, még kisebbek akkor? A még kisebbeknél az lenne a lényeg, tehát például, amit most Búcsú is rajzolt. Megpróbálom megmutatni. Szerintem ugye tehén. Tehén, igen. Tehén. Jó, rájöttem. Igen? Tehát, hogy alapformákat tanulnak rajzolni, tehát amiket ők most meg tud csinálni a saját készségi aha. szintjén, hogy kör tud rajzolni, négyzetet tud rajzolni, háromszöget tud rajzolni, hogy ezekből fölépíteni. Ez zsomboré. Csak mutatom. Hogy ezekből a körökből, négyzetekből, háromszögekből hogyan építünk föl rajzokat, mint például megnézed, az a tehén is igazából körből, négyzetből áll. Ez már matematika, igen. De ő ezt képes volt arra úgy, hogy összerakni, hogy végén egy tehén szülessen belőle. Hihetetlen. És több ilyen rajzot is ugye képesek vagyunk csinálni, és az ő kreativitásán múlik, hogy ezekből az alapformákból ő mit fog a végén kihozni. Működik a módszer, vagy tehetséges Búcsú, mint a nap? Mind a kettő. Mind a kettő? Mind a kettő. Jó, és akkor még egyszer, hány éves kortól? 10 éves kortól várjuk a gyerekeket tanfolyamra. Ezek korákat is, és 1-10 éves korú gyerekeknek lesz egy DVD-nk, amin a szülőknek segítünk abban, hogy hogyan fognak megtanulni a gyerekek rajzolni, hogyan tanítsák a gyerekeket otthon rajzolni. Tehát akkor akár én is az el nem fogadott kártékony szülő is tudok úgy hatni a gyerekre. Jaj, így de van, jó. Így van. Péter, Andrea, Domi, nagyon szépen köszönöm.